A Bálint házban néhány hónapostól 3 éves korig várják a piciket és szüleiket, vagy nagyszüleiket, a szeretetteljes légkörű, ringató elnevezésű, énekes-mondókás játékos foglalkozásokra, melyek a Kodály zenei nevelés elveit követik. A foglalkozásoknak az a célja, hogy a kisgyermekes szülőknek mintát adjak a e-korosztályt érintő zenei nevelésre. Az édesanyáknak szeretnék olyan zenei anyagot tanítani, és olyan idézőjelbe téve módszereket mutatni, hogy ezekkel a pici gyerekekkel hogyan is kell elkezdeni a családban a zenei nevelést. Nem a kisgyerekeket tanítjuk ezeken a foglalkozásokon, tehát hanem a szülőket. A gyerekeket csak körülvesztük a zenei ingerekkel, az értékes zenei ingerekkel, Kodályra hivatkozva, mindig, hogy mi való a legkisebbeknek is a legértékesebb zene, és hogy nagyon korán kezdjük. Hát mindezt a mamák megtanulják, és a sok-sok ölbeli játékot és szép értékes gyerek dalt. Gyite, paci, gyite, ló, gyite, áró, ó, lúga, lába, lúga, nincsen semmi dolga, mert ha dolga volna, a lába se róga. Az ölbeli játékok azok az úgynevezett kétszemélyes vagy kapcsolatteremtő játékok, amit a magyar néphagyományból merítünk, és valójában egy felnőtt játék a gyerekkel, ami a zenei hatásokon, a ritmuson, a dallamon, a lüktetésen túl sokkal-sokkal többet is jelent egy kisgyerek számára. Az első olyan kapcsolat a mama és a gyerek között, ami hát egy nagyon-nagyon szoros érzelmi kötődést alakít ki a kisgyerekben, és az első kis apró morzsák a művészetnek. Nem csak fizikailag kell felkészülni a kisgyerek fogadására, nem csak megvesszük azokat a holmikat, amire majd szükség lesz, hanem lelkileg is. És nagyon sokan gondolják ezt hasonlóképpen, és eljönnek várandósan is. Néhány hónapos magzat már belül is hallja a külső hangingereket és az édesanyja hangját. Elsődleges az élő ének szó, az édesanyja a felnőtt ének a kicsi gyereknek, és nem szoktunk használni éppen ezért soha semmiféle úgynevezett gépzenét, tehát CD-t nem hallgatunk, magnetofon felvételt nem hallgatunk, hanem mi énekelünk, vagy esetleg hát én szoktam a gyerekeknek még hangszeren játszani. Ez is a Kodályi zenei nevelési elvek egyike, hogy ilyen kicsi korban csak élő zenével vesszük körül a gyerekeket. A ritmus hangszerek, a kis dob, a triangulum, különféle egyéb ritmus hangszerek is, inkább az óvodások, nagyobodások, kisiskolások kezébe valóak, ők tudják igazán fizikai fejlettségüknél fogva is hangszerként használni. Itt a picik kezébe, ha ilyen hangszereket adnék, abból csak zűrzavar lenne, káosz és hangzavar, és csak az alapzaj szintet növelni, tehát nem hiszem, hogy szép lenne, ami pedig itt fontos. Szeretettel várunk bárkit, aki érdeklődik, akinek az idejében éppen belefér az, hogy ide eljöjjön minden héten. Csütörtökön délután vagyunk itt, és bárki jöhet, tehát ez nem egy zárt közösség, ide mindenkit szeretettel várunk.